A jegybank alelnöke szerint komoly orgánumok nem kérdőjelezhetik meg az MNB műkincs vásárlásait. Azoknak az újságíróknak pedig, akik a szakértők és értékbecslők függetlenségét feszegették, Gerhard Ferenc azzal vágott vissza, reméli, a kérdező újságíró ugyanannyira független, mint a becslések. A feszült hangulatú sajtótájékoztató végén pedig még azt mondta, a támadások miatt ne várják tőlük, hogy ők öngyilkosok legyenek. Sajtótájékoztatón 4 milliárd 647 millió forintos háttérrel. Ennyibe került ez a négy kép. Összesen pedig több mint 8,5 milliárd forintot költött eddig a jegybank műkincsekre. Ez nem a Magyar Nemzeti Bank, csúnya szóval élve, hóbortja, hanem mindenütt ugyanannak a társadalmi felelősségvállalásnak a része, amely bennünket is mozgat. A legutóbb megvásárolt Tiziano kép 2005-ben még 140 millióért cserélt gazdát. Most több mint 30-szoros áron vették meg. Igaz, azóta kiderült, hogy valóban Tiziano művéről van szó. Ezt Tátrai Vilmos művészettörténész bizonyította be. Rengeteg emóciót kavar fel bennem ennek a képnek a látása, vagy most... Míg a művészettörténészt csak a kép jelentősége kavarja fel, a sajtóban rendre kérdőjelezik meg a vételárak nagyságát, azt, hogy egyáltalán a jegybanknak miért kell ennyi pénzért műkincseket vennie, és hogy kinek állnak esetleg érdekében az értékbecslések. Ma is elhangzott egy bejelentés, miszerint a Kövesi István egykori tulajdonát képező úgynevezett titkos gyűjteményért 795 milliót fizetett a jegybank. A Figyelő újságírója az értékbecslők függetlenségét kérdőjelezte meg. Remélem azt, hogy a jelenlévő újságírók is épp olyan függetlenek bárki mástól, mint az értékbecslők. Sokan azt is megkérdőjelezik, hogy jogszerűek-e a jegybank ilyen irányú vásárlásai. Bán László szerint soha ilyen mértékű műkincsvásárlás még nem volt, és ezért csak hálával tartoznak a jegybanknak. Róna Péter se nem mutatott rá egyetlen egy jogszabályhelyre sem, hogy melyik az, amelyiket sérti, de egy szó mint száz, ha eddig nem volt ilyen gyakorlat, és most van, tartsa meg Isten jó szokását a Magyar Nemzeti Banknak. Híradón kérdésére, hogy nincs-e valamilyen baj a program átláthatóságával, ha ennyien támadják, megnyugtató választ kaptunk. Én teljesen nyugodt vagyok. A sajtó összesen több mint egy órán át feszegette az értéktár program esetleges visszásságait. A végére a program vezetője meghökkentő dolgot mondott. Elmesélte, hogy a Szépművészeti Múzeum legnagyobb kincseit felvásárló és összegyűjtő Pulszky Ferencet saját korában annyian támadták, hogy az országból is el kellett menekülnie, fia pedig öngyilkos lett. Az értéktár program vezetője felhívta rá a sajtó figyelmét, hogy ilyet tőlük ne várjanak. A lényeg az, hogy öngyilkos lett a fia. Ezt ne várják tőlünk.